A harang hangjára mentek be a diákok az újfehértói református templomba vasárnap délután. Itt tartotta tanítvító ünnepségét a város református iskolája és óvodája. Az idősebb diákok már lélekben készültek az új feladatokra. Nagyon szeretem a matematikát, meg a hittanóra is nagyon jó, meg úgy minden órát szeretek. Ami kevésbé megy az a testnevelés, az egy kicsit nehezebb. A kicsik viszont még megilletődve ültek a templompadokban. Őket csibetáborral is várták a tanítók. Volt guriga tekergető verseny, pingponglabda fújó verseny, illetve rajzoltak, megjelentették a nyári élményeket, a csibetábor legjobb pillanatait, illetve készültünk a tanévnyitő műsorra, hiszen az elsőseink fognak szolgálni. A hit az mindig felemelt bennünket. 10 évvel ezelőtt került az intézmény református fenntartásba, ez a 11. tanéve az iskolának. Tehetséggondozással, robotikával és különleges módon lovas terápiával is várták idén a diákokat. A tehetséggondozásra mindig is nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, azt tovább szeretnénk még folytatni és bővíteni, mert azt gondoljuk, hogy mindenki tehetséges valamiben, tehát mindenkiben ott van az a szikra, és szeretnénk megtalálni a gyerekekben azt, amiben tehetségesek, és azt kibontakoztatni bennük, mert minden gyerekhez meg kell találnunk a hozzáélő kulcsot. És az egymivel, református egymivel kapcsolatban vagyunk, és már az előző tanévtől egy tehetség programon belül folytattuk ezt a munkát, és ezt még bővebben szeretnénk. A robotikát az előző tanévben kezdtük el, ami nem csak informatika, hanem attól sokkal több, amit most még több eszköztárral tudunk folytatni, és az idén pedig a negyedikesek azok, akik Nyíregyházán a Lovaldába fognak járni havonta egy alkalommal, egy lovasterápiás fejlesztő foglalkozáson fognak részt venni. Úgyhogy ezekkel készültünk. Az intézményben jelenleg 158 diák tanul és 18 pedagógus oktat. Működtet az újfehértói gyülekezet óvodát is, oda 68 gyermek jár.